nyújts belém kezed, csinál kapom. Odaadom a mézet, hogy nyaljatok. Odaadom a szemem, hogy lássatok. Odaadom a cigim, hogy szívjatok. Odaadom a borom, hogy igyatok. Csak a kezedet nyújtsd, ha baj van, elkapom. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ma esti adásunkban a Roma Világnap alkalmából megrendezett ünnepségen készült felvételünket láthatják. Azt el kell mondanom, hogy ezen az ünnepségen a Várkonyi Csibészek nevű zenekar fölgeteges sikert aratott. Ezt követően pedig a március 15-i kitüntetett Szabó Leventével készült riportomat tekinthetik meg. Ha tehetik, maradjanak velünk! És vált közismerté a nem cigányok körében is. A zászló bár egyszerű viziális elemekből áll, de mégis összetett. Elemei egyszerre utalnak a folyamatos mozgásra és változásra, valamint az örök törvényszerűségekre. Ugyancsak az 1971-ben Londonban tartott első Roma világkongresszusot fogadták el a Gerem-Gerem kezdetű roma himnusz. Ennek eredetije egy több változatban élő balkáni roma népdal. Mai feldolgozva, mint népies műdal is, több formában élt már az 1930-as években. A himnusznak ma már számtalan zenei előadás módja és szövegváltozata létezik. Ugyancsak megszülettek a nem cigány nyelvű szövegváltozatok is. Melyek azonban általában új szövegalkotások, nem csak fordítások. Dél az utén a palámát, lofta már, jár-e máne, zemmedíre már-e náme, hedeleszke csaláme. Zemmed írja, márja náme, hedeleszke csaláme.
Én vágává dálizottam, mányámán, de doszkáláját, lelászkáncsó lehámán. Valamint újvilági dolgokra, a mennyországra. A zöldsáv a föltetják a növények, a legelők és a természet zöldje. Utal a cigányság természet szeretére és természet közeli életmódjára. Ugyanakkor a végtelen égkékével szemben jelenti a földkötöttségeket, a konkrét adottságokat, az azutáltal kijelölt szűkebb lehetőségeket. A kereszténységben remény színje mely a földeiket az éghez kötik. A vöröskerék elképezi természetesen az utazást, a vándorló életmódot és a cigányságnál gyakran kipasztalható migrációt. A kerék formájában és színével jelképezi a lemerő és felkerülő napot. A vörös szín a vér színe is, mely önmagában is kettős jelkép. Egyfelől a testet életbe tartó faladé, az élet jelképe, másrészt, mint kiontott vér, a történelem által áldozatait jelképezi. Egy virág született a világra, beáll a seredett mese, amikor a Jóisten megteremtette a földet és az eget, a napot, a holdat, meg a csillagokat, a szelet és a vizeket. Sokáig járt kert, gyönyörködött a világban egyedül. Egy éjjel aztán kinyílt egy virág. A Jóisten érezte illatát, csodálta szépségét, és hogy ne legyen egyedül, másik virágot teremtett mellé. Kíváncsi volt a két virág, mi van a hegyen túl, mi van a vizen túl. Kérték a Jóistent, adjon nekik lábat, kezet, hogy körülnézhessenek a teremtett világban. Az Isten pedig adott nekik. A két virág boldog volt, járták a világot, gyönyörködtek benne és egymásban. Ebből a két szép virágból származik a cigánság, s azóta is járják, csak járják a világot. Harnóni Labanc Julianna, szeret engem az én Istenem. Amiut az eszem tudom, arra neveltek, hogy cigány vagyok. Gyermekfejjel fel sem foghattam, mit is jelentenek a mondatok. Emlékeim oly sok szépet jut alatt, amely a rosszat, mint erős marok szétroppantok. Felismerhetem a tűznek felenyét, népemhez való vonzó szenvedélyt. Megtanított engem az Istenem, ahogy vagyunk, egymást úgy fogadjuk el. Oly sokat mondó gyermek fekete szemet, felfedezi a csillagást, meg beragyogja a szívet. Minden pillantásban adta kérdőjel. Néha félünk, olykor mint szilajcsipó. Felnőtt emberként is ezt tapasztalható. Igaz érzelmek, mely szívből áradunk. Négy élőséges a bőrszín, amit Isten alkotott. Éppen fekete haj, ami tövéken vállalul. Apró lábacskák, mint szögnekő őszkida, tánca perdül a zenével egyével van. A teremtés, alkotás tökéletesítve, e népben, mely véremben ott élhet, megtaláltam a választ kérdésemre. Szeret minket a mi Istenünk testvére.
Daróczi József, óda! Segíts Isten a cigány, békét lejjen és hazát! Segíts meg a gyermekét, amíg a világon él! Bejárta a világot, nem talál csak bánatot, az élete csak a gyász, segíts Isten a cigány! Bejárta a világot, hosszú út volt, megálltott. Hosszú út volt hidegság, a szívében csak a gyász. Ha bűnt, ha elkövette, azt már rég megfizette. Megfizette szívében, tiszta piros vérében. Gyertek, gyertek, cigányok, lejjük meg az országba. Lejjük meg azt a helyet, ahol nem hullnak fejek. Segíts Isten a cigány, békét lejjen és hazát. Segíts meg a gyermekét, lelje meg a nemzetét. A botoló tánc a pásztorok és a cigányok által őrzött pásztortáncok legrégiesebb és legépebb típusa. A legjobb botolók a pásztornak mutatott teknőpályó cigányok közül kerültek ki. A botoló műfaji funkció szerinti típusai. A párbajszerű típust rendszerint két férfi táncolja. A botot fegyverszerűen kezelik, minden eszközmozgás a harci célszerűséget szolgálja. A közelítés, cselvetés, támadás, visszavonulás és védekezés mozzanatai. Lassú lépések, előre-hátra rohanások, ugró-forgó, ugaló, térdelő mozdulatok és hirtelen megtorpanások alkotják a táncfolyamatot. A tánc szerkezeti felépítését mozzanatainak egymás utánján a küzdelem pillanatnyi helyzeteit és fordulatait határozzák meg. Éppen ezért motivumai az a szerkezetűek meghatározatlan időtartalmúak és ritmusúak. A párbászerű mutatványos és játékos eleme ötvöződnek a nő és a férfi páros botolójában. A fegyveres férfi az eszköz nélkül táncoló nő előtt mutatja be ügyességét. Vagy játékos erre a támad teste fejem körül forgatja a botot, vagy igyekszik kikerülni. A tánc szóformáján a táncszerű motivum fokozott érvényesülése. A jellemzi a jellegzetes eszköz motivumot. Az eszköz különböző forgatás módjai egyik kézből a másikba való átadása, láb alatti átkapkodása, a föld ütegetése. A botoló speciális csak párbajszerű és páros cigány botolókhoz használt dallamai. A vokális előadású. A bot alá való nóták a botoló a régi gyökerű európai. A fegyvertáncok kelet-európai ágának legjelentősebb táncsaládja, melyik történeti kapcsolati a 16-17. századik hajtótánchoz vezetnek vissza.
Yeah.
Jónás!
közönség, hogy most jöttünk haza Brüsszelből, ez így igaz, szerdán egy nemzetközi roma konferencián a magyar cigányságot képviseltük. Ott voltunk egészen egy fél heten. Bravo! A következő dolog a Zsasztára menge túl című. Yeah.
szóval lesz a következő dolog.
előző műsorban szerepeltek, hogy jöjjenek ide körénk, és énekeljük el együtt a Zöld az erdőt a lombkérdőt. Iskola 8. Ához tanulóját, és amilyen apropóból most beszélgetünk, az az, hogy március 15-én kitüntetést kaptál,
és te lettél az iskola büszkesége. Ehhez nagy szeretettel gratulálok. Köszönöm. De mielőtt az idevezető útról beszélnénk, szeretném, hogyha néhány mondatban bemutatnád a családodat. A családom nagyon sok mindenben támogat. Hát jó szerencsém van, mert fognak nagyon. Nem, ha most van kedvem kivenni a pályára, például visszafognak, hogy inkább üljél-e tanulni. Nagyon sok mindenben támogatnak, amiben tudnak. Nagyjából ennyi. Igen, azért még én szeretném azt hallani, tehát én tudom, de jó lenne, hogy többiek is tudják, tudnák, hogy édesanyád a roma származású, édesapád. Román. Ő tulajdonképpen romániai, igen, magyar, így ugye? Van. És én úgy tudom, hogy ő egy tanult ember. Így van. Erről, ha egy pár szót mondanál. Hát ő is ugyanúgy kitartóan tanulta, hogy én ő elhatározta, hogy mikor nekem ő a példaképen, például vegyészmérnök. Neki is sok mindenbe támogattak, szóval mi engedték. Egy kicsit rosszabb gyerek volt, mint én, azt mondta. De azt mondta, hogy inkább az élete fontosabb, mint a barátok, meg az ilyenek. Így elhatározta, hogy tanult ember szeretne lenni. Igen, és most sajnos nem a szakmájában dolgozik, nem. Hol? Kint van most külföldön, séf. Séf. Hát igen, az élet sok mindenre rákényszeríti az embert. Ti hárman vagytok testvérek? Négyen. Négyen, akkor a negyedik testvéredről nem tudtam. Most a testvérem, mert anyukámnak volt egy előző férje, aki rosszul bánt felül. Igen, igen. És így lett. Apukám meg majd kint. Budapesten ismerkedtek meg. Igen, és akkor neked van két húgod még. Van, igen. És én láttam azt a roma napi műsoron, hogy te nagyon szépen, és nem csak te, hanem a húgod is, nagyon szépen ápoljátok édesanyád roma hagyományait. Igen. Ez mégis miben nyilvánul meg? Azt én nem tagadom azt, hogy félvér cigány vagyok, én nem szégyellem. Tehát, hogy a tánc, vagy igen, az ének, vagy igen, mind a kettő? Mindkettő. Mindkettő. A bottal való bánásmód az nehezen ment, vagy könnyen? Könnyen tanultam meg. Könnyen. Ez még az elején, mert aki tanította, nekem, neki sajnos volt egy táncház találkozó, és nem tudott velem fellépni. És csak ennyit tudott most megtanítani. Igen, de ez is nagyon szép volt, és ehhez is gratulálunk. Na most akkor térjünk vissza a tanulmányaidra. Vannak-e kedvenc tantárgyaid, vannak, vagy tanáraid? Vannak. Tanárok közül mindegyiket nagyon szeretem, nagyon segítőkészek. Nekem a matematika, fizika, kémia kedvenc tantárgyaim. Hát ez nagyszerű. Ez nagyon ritka, aki elmondja magáról, mert inkább azt szokták mondani, hogy énektesnevelés vagy magyar, de hogy a reáltárgyakat, az kimondottan ritkaság számba megy. És ezekből a tantárgyakból jó is vagy? Igen. Mindegyik bőletös. Gratulálok. Köszönöm. És hová adtad be a továbbtanulási papírodat? Egerbe a Szilágyi Erzsébe gimnáziumba. És jött-e már válasz? Igen. És? Felvettek. Hát gratulálok, gratulálok. Figyelj ide, ezt tavaly Patriktól is megkérdeztem, hogy a korodbeliek nem cikiznek-e azért, hogy mondjuk nem őszlevelük napra forgózni ki a kerti padra, hanem azt mondod, hogy te inkább valamire szeretnéd vinni az életben, nem cikiznek ezért? Néha csak, de azok leperegnek. Helyes, helyes. Mit tudnál ajánlani azoknak, akik mondjuk hasonló, vagy netán még mondjuk rosszabb körülmények között élnek, mint te, hogy mégis ki tudjanak lépni ebből a beszorított világból, mit tegyenek? Tanuljanak nagyon sokat, jó viselkedjenek, tiszteljék a tanárokat, ahogy én csinálom. Inkább a koncsorgását, inkább üljenek le tanulni, vagy például valamit csinálni. Neked van-e hobbid? Van szabadidőd, gondolom, igen, mert azért valami, igen, kis szabad ideje csak marad az embernek, még ha sokat tanul is. Szabad idődben mit csinálsz szívesen? Régebben táncoltam, most ebbe a korosztársegítőklubba járok, meg néha focizok. Néha focizol. Olvasni szeretsz?
Hát nem mér. Na hát, ezt is elmondom mindig, ha fiatalokkal beszélgetek, hogy azért kell olvasni, hogy a szókincsed gyarapodjon. Mert az internetről, vagy simán csak a tankönyv bújásával nem gyarapszik a szókincsed. És amúgy oda kerülsz, hogy vizsgázni fogsz középiskolában, vagy bárhol, akkor akinek gazdag a szókincse, a keveset is, a kevés tudást is úgy tudja előadni, mintha nagyon sokat tudna. De ha kevés a szókincse, hiába tud sokkal többet, mégis kevésnek számít, mert lehet, hogy azt mondják a tanárok, hogy nem volt elég meggyőző a vizsgáztatók. Úgyhogy ezt én még neked meleg szívvel ajánlom. Nem törvényszerű, hogy a Háború és békét olvasd, lehetnek azok ifjúsági könyvek is, indián történetek, vagy egyéb hasonlók. Csak az a lényeg, hogy olvas. A húgod, a középső húgod, igen, vagyis a nagyobbik húgod, hogy így mondjam, ő hányadikos? Most ötödikes. Ötödikes, hát remekül táncol, és ő neki a tanulmányi eredménye. Ő is kitűnő. Hát édesanyád minden bizonnyal, meg édesapád is nagyon büszkék rád, és én azt kívánom, hogy ez így maradjon a későbbi években is, és nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szívesen. Ma esti műsorunk véget ért. Mielőtt elköszönnék önöktől, két felhívást szeretnék önöknek közretenni. Az egyik, hogy az Arlói Nőklub nagy szeretettel várja mindazon hölgyek jelentkezését, akik legalább egy héten egyszer szeretnének kimozdulni otthonukból, és egy-másfél órát társaságban eltölteni, ahol beszélgethet, és jól érezheti magát. Ha valakit érdekel ez a felhívás, keddi napon délután 5 órakor jelenjen meg az öreg otthon épületében. A másik felhívás. Még Solymosi Jánossal történt munkavégzésem alatt is többször elmondtam, hogy riporter kerestetik. Tehát nagyon szívesen és örömmel fogadnánk mindazon fiatalok jelentkezését, akik elég ambíciót éreznek magukban ahhoz, hogy riporteri, főszerkesztői állást vállaljanak. Mivel én már azért a 63. évemet taposom, nem biztos, hogy szerencsés, hogy ilyen idősen még mindig én vagyok a falu arca. Tehát várjuk a fiatalok jelentkezését, és most elköszönöm önöktől, további szép estét, jó éjszakát kívánok! Ella,